Sziasztok, szép délután! Mele után krúzás. Tolom tovább. Sziasztok. Tolom tovább a tegnapi napot. Csöppet fáradt vagyok, de akkor is tolom. Ha már early access megvan. Na, már indítottam a gémet. Mindjárt betölt. Azt nézzük, hova megyünk tovább. Mai tervem a Extreme Series 2-t mindenképp megcsinálni. Megkocsikázunk, festünk, meg mit tudom én. Tehát megpróbálok egy saját festést létrehozni. Kíváncsiságból. Na, elvileg x-ik minden. Azt hiszem a váltást hagyom úgy, ahogy tegnap toltam. Ugyanis lenyomtuk ezt a Hyper részt, ami egy jó 20 perces után volt és nem fogyott közben a játék. Ha azt túlélte, akkor az a többi pályán, többi versenyben is jó lesz. Aha, high video van. Jó, hát mai streamnek amíg nem vagyok. Hát az nem akarom lejelni. Jó, töltsük be. Telót beledom. Közbe. Úgy. Vagyis állunk, most léptem át a Starba. Még 61 ezer kell. Icon levelhez talán most ma az jön? Lehet. Igen, most már rohadt nagy házam van, itt még nem is jártam ezen a szinten. Itt eszembe. Sőt, most már megvan azt hiszem a New York-i ház is talán. Vannak festményeim, ahogy látom. Azt a kis ágyam van. Azt hittem az már az élhajom, de ez nem. Csak egy jakt. Na nézzük, hova tudok menni. Kikötőm van, van garázsom. Jöttem a garázsba. Hát ez nagyjából asra a kettes szinten lévő házzal eddig. Az érdekes egy garázs ez, hanem azért, de konkrétan kijáratot nem látok. Inkább olyan, mint egy múzeumban lennék.
Minden szint van még itt. Ennyi le kikötőben, hangár az még nincs. Aszta. Na, még szörzeszkáim is vannak. Gyere már fel. Betolok ezt a vízbe? Nem. No. Na, a Fairlady lesz a tesztkocsim. Amivel a festést fogom gyakorolni. Ugye meg kell festeni egy matricát. Na, hogy nézett ki? Azt mondja, website. Igen. Ja, egyébként ennyi idő van, szponzol. Mondja. Hogy tudom növelni, amit jelz, hogy itt szintén választanak. Nagyon egy ilyen piros. Ja, hogy külön meg kell festeni mindegyik oldalra. Nyújtani tudom valahol? Uff, várjál csak. Nincs oda. Ez mozgatás. Riha. De gomb hiányozna. Ez áttetszési, nem? Nem. Ja, de. Jó, oké, megvan. Azt tudom. Aha, így ezt áttetszik. Itt van nyújtani. Mi volt ez?
Ez is. Így. Egy piros fehérzőt akarok létrehozni. Oké. Ezt hagytam kapizni. Az egészet. Egyenként? Numerikus 8. Kopi. Aha. Alright. Pasta, num 2. Aztán. A jót? Vagyok. Kofi. Paszte. Hát nem is vészes. Ez a festés dolog. Eddig. Oké. Okay. Aztán. Aztán. Tég backward, ez lesz. Négyes. Kicsit elvárok csúszni az egyik oldalhoz, szóval a másik a rövidebb, vagy nem is tudom, arrébb van mozgatva talán? Tudom mozgatni? Aha. Hozzuk vissza őket. Ja, oké. Úgy kopiszta le, hogy... Úgy kopiszta le, hogy tényleg lekopiszta. Csak nagyon... Várjál, 4-es. Ja, azért csak mozgatni tudom az izét, a léjjert. De olyat nem tudok, hogy jellem is. Ez mi? Egy az egészet nyújtom. Ó, meg forgatni is tudom, oké. Kolorcsere. Ez tök jó, de miért csináltam be 8-et? Mi kell terülni? Mi van? Hol lesz? Na, majd visszegek is. Na jó, ezen most túl lépek. Adói. Na, itt van a betűt. Oké.
lokálezni. Saját layer tudok berakni a játékba? Van egy mappa, amiben be tudok rakni képeket esetleg? Ez egy jó móka lenne. Forgatni? Hát forgatni. Ja, shift. Így. Oké. Na, miért töröltött ki, bazd meg? Nem azt mondtam. Hogy csináltam? Oké. Ezt kopizzuk. Igen. Aztán. Nem jó így, várj, nem jó. Na, itt kéne egy olyat, hogy mirror, vagy valami bazd, nincs olyan. Ezt mirrorozni. De most pasztéző folyamatosan, nem kell ennyi pasztéző. Hogy kell kiterelni? Jaj! Krét! Igen! De... anyád! Ezt hogy tudom törölni őket, bazd meg? F10 menü, az mi? Ó, meg itt vannak a flippek, bazd. Group 2D modellban. Milyen? Direct side. Ó, geci. Az egészet kitöröltöm picsába. Faszom. Tudom flippelni. Várj, itt van egész szájdot tartom kopizni. Tudom flippelni. Ja, azaz. Azt kerestem. Bizonyám. Jó. Hol volt? Delet site. Oké. Okay. Van itt egy olyan, hogy... menü. Nem így menü. Így menü. Copy opposite site. Aha! És most csak egyesével átmásolja. Így.
Oké, ez jó, csak a layer-t kell mondom mozgatni. Illetve ezzel kell tudom kezdeni, oké. Ha kezdem vágni a dolgot, csak egy kicsit bonyolultva ennek kéne gyorsan volna. Na, itt vagyok. Csak... Azt mondja... No, sikerült a másolás? Ó, bazd meg. Na most kéne ezeket flippezni, bazd meg. Viszont ezeket meg kell cserélni. Jó, bazd meg. Oké, kezd ezzel a kója azért. Na, basszassunk rá pár szponzort, ez jó van. Hadd szóljon. Sok matrica nagyon nincs, nem? Na jó, és akkor ezeket is lekopízzuk. Side. Front.
Oké, okay, mert nem látom. Jó, ez csak ide lesz. Hadra nem. Akkor mégse. Topside. És mi van még itt? És akkor ezt ide kell rakni. Aha, látom. Mi van még itt? Úgy. De még akarok valami csíkot rá. Oké. Okay. Most kell csak, hogy milyen a festések vannak. Mások, miket festettek. És még valamire vagyok kíváncsi, ugye? A lényeg, hogy ezt át tudom rakni más kocsira. Ezt a festést. Ezért kezdtem bele az egészbe. Azt hiszem, egész jó festést csináltam. Oké, okay, feléri, és nézzük meg akkor az a másik tesztautó. Aha, ott van. És bizony, méghozzá egész jól átrakja. Csak ugye a napfénytető van előtt, ezért nem látom kitét. Ó, oh, várj, ez kezd tetszeni gyerekek. Létrehozok egy festést, és tudom mindenhol használni. Hülye vagy? Ez egész jó így. Azt mondom, hogy színbe. Azt az csak változtatjuk, hogy mondja ennek is a színét. Sárga, legyen egy sárga. Na, hát ezek itt középen el van csúszva egy csöppet. Na jó, amire egy... Nincs festése, mert azok rá is dobom.
Na, a motorra külön kell létrehozni, jó? No. Oké. Eleget költöttünk. Na, kicsit építgessük akkor ezt. Volt olyan vészes az a festegetés. Kell rá egy 20 perc, fél órát szenni, és egész faszán össze lehet dobni a dolgokat. Home, azt mondja. Itt is egy home. Hol nyit meg még a házam? Nincs több házam, csak kettő van végül. Monster Truck Olympic, bassz meg. Valamit minden. Epizód szerint Life 3-ot akarok. Vagy megcsinálni. Na jó, igen, mit akartam? Van 630 ezerem. Hát ezt fogom utoljára csinálni. Ez egy kurva hosszú pálya lesz. 30 perc elvileg hivatalosan viszont az lesz egy órás futam. Valószínűleg bőség zavarba vagyok, komolyan mondom. Na, egy hiperautót viszont akarok venni. Most gondolkodom, mire kell még a lóvé. Túrautóra. Hát mondjuk arra se állt majd. Jó, nézzük meg az árakat. Hiperautó egy üveg. Na.
1.300.000 fasza, reggelre. Ikon level 600, LaFerrari. Veneno. Veneno. Akkor 458 az a megvan. 225-es szint. Spider 800, ez 240-es szint. Agera R 281-es szint. Az új Ford GT 234-es 720-es. Szalem az 680 000, 244-es. És ami nekem kell, az ez 674 000. A McLaren F1. Ez a best. Aztán van itt még hújra, 670-ért. Aventador is van. Ott 30. McLaren 12C. 600, mind 600 000 fölött van, baszki. Jaguar C70, nem is ismerem azt az autót. Másik kedvenc Pagani Zonda, 400 000, ezt simán meg tudnám. Hát a Maserati az meg alap. Alapautó nem kell, majd egyszer. Menj a McLaren. 670 000. Ezt viszont letesztelem. Mi ez a Jaguar? Gyurogása. Hoppá. Meg itt bandáznak. Az tek jó rájuk lehet sasolni. Egyébként mit csinálnak a többiek. Na, itt egy drift. Túrautó. Meg egy jet hajó. Drag Race Santa Monica. Street Race. És elrész. Ó, bazd meg! Az elrész. Na, azt a repülőt viszont le kell cserélni. Akkor ide is benézünk. Mennyi egy elrész? Vissza az egész basszát. Formegyes autót kell venni. Az először gyors megézem egy egy. Hogy vannak a repülő árak? Igazából is egy Spitfire-t akarok venni. 150, 190, 190. Kettő egyszer még meg is tudnám venni. Nekem ide is a Spitfire kell.
Mustang egyre. Nem tudom. Hogy nem tudom, nem adta az repülő, pedig ez a legjobb a játék, de nem tudom, olyan érdekes. Ja, akkor a mailboxom. Nincs benne semmi. Nincs. Na, ezt megveszik, akkor... megnyitunk pár cuccot. $334,000. Ez zseppénz, baszki. Ez 78 az szinte. 279-es. Jajajaj. Hát pedig ezt is meg kéne venni. Forma 1-et. Nem is tudom, mi legyen előbb. Most vagy megveszem a McLarent. Nem lesz pénzem. A repülőt is kéne venni mondjuk. Az istenit. Nehéz döntés. Bár mondjuk a Ferrari nem volt rossz hiperautónak. Gondolkodom. Jó, egyre most nem költök pénzt. Legalább látom az árakat, meg hogy mérhetően. És a túrautót is akartam venni, basz meg. És itt is itt egy R-rész. Tényleg bőségzavar van. Monster Truckot is ki kell próbálni. Azt a bocsuk. Jaj. Hol van a túrautó? A Megyó nem rossz, amit most kaptam, de azért most már lassan váltanék kocsit, már nem azért 8 forintért. Őgyc! Ez 630 ezer. Ferrari. 630, F40. Inkább azt nézzük, hogy mit akarnék igazából. Porsche, hát még Porsche-t például akarhatnék. 509 000. Na ezt a Ferrari biztos kipróbálnám. Teszkarikára vigyük már. Durog. Jó, majd ha lesz felesleges pénzem, akkor esetleg megvenném. Ez se rossz, ezt is, ez is érdekel, ugye ez van most. Ico level 500, jó. Hát, ez se lehet McLaren már.
Annyira nem zonder se annyira. Maserati. Szellem. Corvette C6R. Ez mondjuk lehet érdekelni túrautóba. Jé, Coupé Touring Car verzió. Azt nekem akkor milyen mezzsón van? Ez mi? C63 Touring Car. Ez még C Coupé Touring Car. Azt hittem, hogy nekem ez van meg. Jó, ez biztos jó lehet a túrautóba. Alfa 8C. A Skyline sem lehet rossz. Forgit itt hagyjuk. Mercedes meg itt hagyjuk. AMG T3, ezt is hagyjuk. Ford Mustangot is. Bentley. SE63. Ez viszont jó lehet, az E4-es GT3-as. Hát, a Silverado nem győzött meg. Vagy Close Beta-ba. Ez se lehet szar, a Viper ez biztos jó. Mi van még itt? Ez jó lehet. Talán ez is. Ez biztos fasza. Ezek a klasszikusok, ez biztos kurva jó. Hát az MX-öt az Open Beta-ba ezzel nyomtam végig, ez valami isten jó volt. Rá lenne 70 fókuszeres. Meg a kis Cooper. Új kocsit kéne venni, nem is tudom mit válasszak. Majd. Hát lehet a Viper lenne a például, az mennyi? 280 ezer. Vagy a GT, ez 290. Sőt, ez lenne, inkább a GT3-os. 289, 291. Teszteljük már le. Nem volt szar. A Viperát is nézzük meg. Elkezdett a kettő között vacilálok mostan. Na de jó, közben szakad. Hát az inkább Viper lenne.
De még nem döntöttem el. Többet most nem akarok tesztelni. Most lehet, hogy vagy veszek egy időt. Oké. Lehet, hogy vagy veszek egy repülőt is, meg egy túrautót. Viszont akkor nem veszek hiperautót. Ez mennyi lenne? 300 a izé. Meg ez is 300, ez pont 600. Viszont akkor még nem vettem Form 1-es autót. Na jó, ha már itt vagyunk. Jó, ezt a kettőt direkt kihagyom. Megyünk, kocsigázunk a városba. Megyünk driftelni. A fókusz az hiszem tökéletesen meg fog maradni nekem. Szerintem a játék végig ezzel fókusszal fog driftelni. Van itt játékos? Van. Mindegy. Ezt a fotót kiadom. Azt mondja, hogy a Timescale-en kéne csinálni egy körzést. Bármi járművel. És mondjuk gádát keresni. Thank you.
messze, meg is van Townscare. Mi oda vagyunk. Itt van? Na? Most a park mellett vagyok. Itt van, itt a tánckör. Hol vagyok? Egy utcán feljebb, oké. És meg is van a Town Square. Ah, mit adottam, hogy bónusz? Radar, jó. Jó. Mehet. Jó.
pillanat. Hol a driftes üzem? Fókuszom? Itt van. Pillanat, hızlı. Aj. Na. Oké, itt vagyok. Mi az anyám, hogy azt láttam? Dobd azt a telefon. Apropó, bemutatok még az adó? Ebben minden megvan. Ja. Sponsors open doors. It's as simple as that. Get yourself the right sponsor on board and you'll find yourself racing places you never dreamed you could. Like, say, Central Park. Pillanat, csak telefonnal basszakodok. Ez lesz az azért Central Parkos driftpálya. Amikor sok videó vagy mi az iskebe lehetett látni.
Elég nehéz egy pálya. Be careful. The judges hate it when you mess up the paint job. Ja, nagy jövő a verd, az nagyon belőm. Ez a fókusz a jókat edriftelni. Jó kis gép ez. You've been doing some serious street racing. You're piling up the victories. Feels good, doesn't it? I know it does. I won a few races back in my day. But remember, if losing's a good test for friendship, so is winning. I'm not saying it'll happen to you, but I learned how fast things can go south. Learn it the hard way. Okay. 663,000 van. Nagyon jó. Fasza. Harlem Street Race. Igen, ezt a hiperkárcsa fogom most megcsinálni rögtön. Menjünk szépen tovább. Két kilométer. Ezt hiszem beépítjük. Mit ad? Nitro. Új gumi, epic gumi. Nitro meg score. Oké. Tökéletes. Majót nem akarok venni, viszont a részét beépítjük. Mit adott? Jó. Nitro. Villog még valaki? Túrautó, igen, de azzal most várok. Négyes szint, 18-as. A cross motorom, rally autón. Hát még rally autót sem jártana venni, de fókusszal pont el vagyok, az pont jó. Tehát ilyen a rally. Ja, ez a jó, ez a cross motorom. Raidbe pedig a jeep-el mentem, de utólag elég béna volt. Hiperautó is várunk még. Átveszünk egy újat. A drift akkor az megvan. Oké.
Szerintem most vagyunk a Porsche-val. Erre a street futamra, klasszik autók kell úgyis. Úgyhogy rakunk is valamit tudunk. Fel is készítjük a futamra. Meglévő alkatrészekből. Úgy. Jó. Megjött a Game Crash, fasza. Már becrasselt. Eddig bírt, a New York-ban mindig fagy. Ez már megfigyelt. Mekkora start. Szia Cunci Punci! Jelenleg high grafikán toltam, de azt hittem észre, hogy nagyvárosokban azért hajlamos fagyni a játék, úgyhogy most szerintem le is veszem médiumra, míg itt New Yorkba mászkálok. Aztán visszarakom, amúgy bírja ultra grafikán is. A gépigénye is köszönöm jobb, mint a Crew 1-nek. De még így médium grafikán is rohadt jól néz ki a médium high-on. Nekem bejön a játék, én imádtam a Crew 1-et is, szóval nekem megérte megölni, mert az is el voltam 2 évet, ezzel is elveszek egy 2 évet, főleg ha bekerül a PvP, meg a többi játékban. Most high-on voltam, high médium, de most leszem médiumra, amíg New Yorkba mászkálok, de így lesz ronda.
Hol a Porsche-om? Kérem vissza. Hova megyek? Ide. Na. Mi történt? Miért nem engedi? Mi történt az egeremmel? Azért bazd. És ide visszaugrunk. Hát mondom, nagyvárosokban előfordul a kifagyás. Legalábbis nálam, mert lehet, hogy másokra nincs panasz. Most lehet azért, mert streamelek is mellette. Aztán amiatt eszi a gépet. De amúgy nem akarod, megvan a 60 FPS nálam. Szóval mondjuk átlag óránként kifagy. De csak nálam, lehet, hogy másnál nem. De nálam átlagban egy óránként azért elszáll. Úgy, hogy nem akad szét valami, csak úgy egyszerűen elmegy. Making progress. Today we're racing cops instead of being chased by them, and they love going all out against us. It's good for us to be running the right side of the law, unless we beat them. Go beat them anyway. No. Ja, hoppá, itt is izomoltok vannak. Már fájol el. Mindegy. Jó lesz ide a Porsche.
suckers! We're in first place! Jönnek ők. Azért elég agresszív tud lenni az a linia, főleg a végén szeret behozni. Na, kaptunk alkatrészt. Hoppa, nem is akármit. Szélárnyék, jó, az jött. Végre is ide is jött valami, motorkorba. Na, 300 fölött megy a Porsche már. Oké. Jó. Megyünk hajókázni. Azt mondom, hogy később ez kurva hosszú. Azt mondja, na látsunk a kocsit. Menjünk az Evórával. Ezekben itt versenyeznek. Thank you.
egy pici színet. Egyik telefonon feltöltődött. Átrakom a töltőt a másikra. Two players from the East River is tricky. Between the tight checkpoints and the wakes from the competition, we can run into trouble in a New York minute. But the city loves to race, so we run here every year. Which reminds me, I have some good news and some bad news. The good news is that you've done enough to get yourself in Clarence's favor. That's also the bad news. Expect him to do whatever it takes to make sure you're not a threat. Mindenki ilyen gyors. De komolyan beállsz elém, megállsz. A hülye hullámjaikban. Okay, utolsó eset. Próbálom. Ide már gyengi a hajón. Ja, oké, látom. Megint bejöttem egy magasabb kategóriás hajón idejébe. 135 szintű hajó kínére. Igen, még van 85-ös.
Mutatta is? Mutatta, hát. Normál tudod, hogy azt. Na, előbb a kegyőkén alatt. Begyűjjel. Ez még ide jó leszek. Ide is jó leszek. Ide is jó leszek. Ide is jó leszek. Ide is jó leszek. Ja. Mászkáltam a nagyóra. Na és rendünk a monsztert fel, most már tényleg megnyílik a monsztert. A hajósok meg majd később. Sokkal később. De azért állok meg egy-egy perc visszaképzel. Ide egy kis frissítőt. Kajak ilyen hangja volt a Mustangnak is. A Mustangnak is a személy hangja van játékban. Mit ennek? Vagy nem tudom, ez valahogy egy picivel jobb.
Fotó. Monster Truck-kal kellene vagy valamit alkotni. Arénát kell keresni. Mondjuk ennek a Majorok nincs olyan rossz hangja. Megszoktam a hangját. Top scorer is all well and good, though that's not all there is to it. Show off your skills and do some sweet stunts, sure, but master your ride and you'll get rewarded for that too. Na, akkor nézzük a Monster Truckot, az mi? Meg egyet, amit kell csinálni. Szerintem ugyanaz, mint a Deck Crew-ba a Summit-nál. Aha, ugyanaz, mint a Summit-nál volt. Sőt, még a pályás ismerős. Ez ugyanaz a pálya, mint amely Szubidban volt. Már emlékszem, hogy kellett ezt a Summit pályát jól megcsinálni.
Igen. Valahol fel kell ugrotni arra szarra. De hogy a franc ugrok arra az 5000 pontosra? Már ott kell felugratni. Pont nem érem el. Jó, ezt majd újra kell gyakorolni. De ez egyébként egy jó játékmód. Crew 1-ben is imádtam. Megint táblagépen van az ellenőrző képernyőm. Akkor megáll a lába. Aha. Nincsen egy fotót. Ott a fotó. Azt mondja, hogy belútott el. Gyönyörű kép lesz belőle. Jó is, mehet. Beküldték az alkatrészt. Na. Na, akkor menjünk tovább szépen erre. Szemünkre kérni. Menjünk szépen fel. Két jazz pimpája is van. Jó. Menjünk egy kicsit a Mazdánkkal is már. Nem mindig csak a izéket nyomjuk. Jó kis alapautó. Lehet, ha nyomjuk egy kicsit az alapautót is. Thank you.
Sőt, tudunk-e be van fakolni? Például csak az a kábeleket igazítok. Minél jobb. Miközben azt nem jutott, azt ígértem, elvegyük még, akkor tegyen vissza grafikát. Megyünk bátor, most útrán megnézzük megint. Meddig bírja a fagyás nélkül. Fotó. Hoppá, meg is van, amit keresünk. Képkód Tower. Providence Tower, azaz. És ez a bőrből? Hogy az ebből is látsz, hogy én oké értem. Kéne fotót megcsinálni, hogy látsz, hogy én a karony. Mi volt? Mind a szépen beparkolt. Tojtoj budi mellé. Na most nézzük ezt a fotót. Képkód megvan. És Tower is megvan. Hogy?
Így, gyönyörű fotó, tojtói budi is van benne. Mehet. Tizenötezer lovetta. Meg egy új landmark. Hova kell lenni? Anyád, de megijedtem ezt a fasztot. Belém motrozott le buzi. Hol az a gyökér, melyik az? Nem, de mellé vagy. Have the feeling you're not listening to what I'm telling you. So, fly, points, go, win. Got that? Good. Csáó, csak ide baktat hozzá. Ez is menekül. Na nézzük. Jó, füsteljünk már az ölmeni. Na, jöhet a lúd. Jó, mondjam ezt. Now that friend is what I'm looking for. Gyerünk már! Uha, ez van ok. Gyerés. Csináljunk egy loopot, hogy ezt meg tudjam csinálni. Egy loopot. Azért. Uha, uha. Mondom, hogy uha. Thank you.
összeköztje a törepülés. Öt roll kell, most nézem. Ó, fejlefele kell repkedni. Hát ez alacsony. Akkor maradunk itt. Uha, majdnem törögtem. Csináljuk. Ez gyűlik a ló, eh? A forvegyes autót azt mindenképp megveszem most már. Ha már motorozunk, akkor megyünk bakszóra. Kösz! Ez itt jel le. Jaj, elnéztem egy kanyar.
Rohadt sötét az indulat. Lehet fotózni. Fogás is mi? Ami nem mutatja, hogy fotózunk. Forgalom vagyok. Hoppa. Ezt a szalagos kéne megfotózni? Valami tó. Valami van itt, amit fotózni kéne. Sötét, talán valami állatot, vagy milyen? Mi van? Mire tisztelő, hogy kurva ragad? Ó, mi a szarva se ide. Köszönöm szépen!
Szervusz. Na fotózni. Még nappali fotó jobb lett volna erről, nem mindegy. Ez megint fotóltak rá, már nem jó. Motoltak rá, erről az el. Valami fotó. Looks like Cluck Cluck Tuck is here. What I wouldn't give to see you beat him in front of everyone. I've had enough of that guy's humble act. This is for your safety. Na nézzük. Most kavasszak jó. Már megint szint alatt vagyok. Egy szinten kisebb az émolt szint az övék.
Opa! Hány terület ez öt? Ezt a hír fotózást kaptál, ha nem légy. Felüljön. Ez a repülőbe is. A repülőbe is kaptam. Ez nem is sokára itt. Fotózás növeli, jó van. Fejlenek valamit fejlődnie. Rally réte. Iha. Na, akkor ez a Make it alive, mom. Helytetőt kéne megkeresni. Ez nem itt a helytető? Bár ezt tudjuk fehérni. Ez lesz a fehér hegyi. Erre átletőr. Öpp, pont hol van.
Jó, akkor egyszer megkeresem. Fotózás idejük. És van lehetett. Van bizint a helyében? Hát is nem. Jó. Pillanat. Ja, szép. Jaj, Istenem. Ugye játék, bazdmeg az altabb, nem kell visszamenni altabbba. Thank you.
Egyre nem kéne szágod itt. Túl a trafik. Lalom missziót megnézzük viszont. Ennyi komoci van. Van a part. Now go. Ki is maxoltam ezt a skillt. Merre vagyok? És arra vagyunk tovább. Ja, itt voltam, igen. És lesz még egy skill. Egy eszkép. És földúton vagyok? Ja.
Jó, menjünk vissza a bömbire. Láda van valahol. Csak visszállunk erre a mocira. A kérdés, mi azt szerezzük meg? Réddel kéne lehet. Incredible, okay. Amúgy is rég fejlesztettem őket. És pont közel vagyok a feladathoz is, meg a skill visszióhoz is. Rising star of the off-road world. This is gonna be huge for me. And for you, too.
fel. Pillanat. Az elepet csináltam. Lots of obstacles on a course like this. And when I drove here, I always kept one eye on the distance to plan ahead. That's free advice. You should take it if you want to do as well as me. I'll be keeping an eye on you. See if you measure up. Itt viszont nem maciba jövök. Maradunk a jippen. Kicsit fejlesszük. Hogy megijedtek? A zombi hordó úgy átmásztak. Gotta admit, there's nothing I love more than this. Ó, az azt hiszem benne volt a demóban, vagy nem is tudom volt. Ez a pálya. Rossz irányba vagyok, baszki. Aztól csak. Hoppa víz. Hú, de szar érkezés volt. Hú, bazdmeg. Be a fába. See what happens when you listen to me? You win big, so don't ever stop. Mm-hmm.
Most jön két motor csónak verseny. Nem fogunk travelkodni, az hogy zél. Jó, jöjjön kicsit a Camaro. Egy fél pillanat. Attention parents! Bobo the Clown is making balloon animals over by the VIP area. Erre megint egy kurva láda. Melyik az őrült állat, bazd meg. Zargad, bazd meg. Szar, nyinyájával, bazd meg. Menj már innen, picsába, te troll fasz. Ez annyira hülye. Végül, hogy elhúzta a faszba. Nem hallottam már a pittyegést a kurva nyinyájától. Faszom van az a kurva láda, na végre. Berakták a hegy oldalba. Építsük be. Na, erre kezd szakadni ez a kurva es. Don't forget to check your mailbox. There might be some loot in there. Jó, azaz, jó, csúszik is. Thank you.
Hoppá. Beállt az eső. Egy kicsit félre kellett állnom. Nyújtózkodnom kell egyet. Fárasztó, egy munka után kocsikázni, de nem mondom, csak kicsit fáradt vagyok. Muszáj inni valamit közbe. Go tovább. Közeledünk. Mennyi jávó szarvas van itt bazdmeg? De vakítanak. De kurva jól lesz ki, mit ne mondjak. Rohadt jól lesz ki így ebbe a nappali fénybe.
Let me remind you of a little something about jet sprint boats. They've got no props and they're flat bottomed. So with enough momentum, you can punch right over dry land for a shortcut. And to break records, sometimes you'll need to. Egy pillanat. Anyád. Let me remind you of a little something about jet sprint. Hol van a jet hajom? Boats. They've got no props and they're flat bottomed. So with enough momentum, you can punch right over dry land for a shortcut. And to break records, sometimes you'll need to. Open beta-ban az ismerős, ez a pálya. Hoppá. Azt a picsa. The stopwatch is not your friend. Stop treating it like one. Jött összes szaros itt futkos a vízbe. Azaz, megvakulok. Spectacle. And sponsors will pay good money for eyeballs, which we can provide. That good money means everyone keeps the lights on. It's as simple as that. Akkor nézzük a skill missziókat. Thank you.
Jó, 5000. Ezt is gyors megcsináljuk. Útreszkék. Felálltam. Jó, pont megvan. És idejövünk, ha minden igaz. The lantern sure gave this course a special look. Just don't get distracted by the pretty lights, or you'll have yourself a special crash. Ez már majdnem szintemben van az a feladat. 30-as... 30-as szint az elvárt. 3, 2, 1... Sészkai pályára ráadásul. Azt a kurva. Bazd meg. Mondhatom két körös. Állj már meg, barátom.
Nem is bánom, hogy túl vagyok ezekről a missziókról. Annyira nem kedvenc. Aztán ki tudja, lehet itt más emberek ellen crewbe. Jó lesz ez. Mókás. Jó van, akkor ha már így kikötöttünk. Kimeng az úttestre. Majd mindjárt. 827 000 van. Én de még mindig kevés vagyok. Na, ez a rész itt legalább megvan. Ez az rész, aki kivegyújjak. Na, egy pillanat. Kinézek. Jó. Azt mondom... Jaj, már megint ez a hülye altat. Bazd már meg ezt a kurva altatot, nem hiszem el. Hát nem hiszem el. Nem lép be a játékba most meg. Na végre! Na... Tekartam. Hát szívem szerint átkocsikáznék valahova. De most nincs kedvem kocsikázni. Majd Drag Race. Nem azt akarom megcsinálni, csak ide akarok spamolni. Detroit Race még akkor megcsináljuk most. Nekem is egy-két pályáját. Szia Bálintka! Xboxra is, hát elvileg mindenhova kijött a Gold Edition már, 26-án. A standard az meg pénteken, 29-én jön ki. Teljes játék. Szaros izé. Mustang. Ez meg, hogy így megállsz, hogy a fordulnád meg az.
510 gang used to run scrambles here. I have friends who ran with them back in the day. They're gone now, but the race remains. Mine is the Ringers, of course. We play this one by the rules these days, so it's a damn sight safer. Na, hozzuk el a Drifflerrel. Nem, az Rally Fox. Valami biztos fókuszom. Itt van. Na, megszem ezt felépítettem. Ja, ez maxol. Megváztam. Úgy. Ó, tudom, hogy melyik fáj ez. Ne bazd meg. Parkos. That's the score I'm looking for. Nagyobb dobják meg őt. I'm trying to get us to go legit, because if we're not running legal, people are going to get hurt. There's just too many problems. Tickets, jail time, unpleasant discussions with law enforcement officials, and that's before you start talking about people getting hurt. So go with instead of go against is what I'm thinking. Hopefully that's what you're thinking too. So ez az a pálya volt, ami a Crew 1-be, illetve hasonló. A Crew 1 PvP-be volt koronás pálya, meg Rall is. Meg a Story módban az első sztorik egyik, a Dirt gyakorló pálya volt ez. A pálya. Jó, menjünk tovább ide. Mondjuk a Maserati-val. Thank you.
Azok meg közben driftelgetnek. Csagom. Against classic American muscle cars from the 70s, and you're doing it on their home stomping grounds. These cars are legends. To beat them, you're gonna have to flex some serious muscle of your own. Voltozom, hát már nagyon rég nem tudtam. Német tankjaim voltak a Goldba, főleg Tigris egyik jutottam el, aztán beleuntam a játékba. Néha-néha előveszem. De úgy már nagyon aktívan nem játszok. Sőt, fél évente egyszer, ha ránézek. Megsimélyeztem az új 1.0-t például. Valahogy nem volt kedvem meg elővenni. Azt mondja, itt viszont plasztik üzemautók lesznek. Jövök én is kamerával. Egy kis erőgyűjtés. You got the car, and you got the skills. Mm-hmm.
Az is open beta pálya. Az ismerős. De bejött a másik kamáról. Nem is volt messze tőlem. Egy másodperce behozott. Kicsit lagol, köszönj szólsz. Már gondolkodtam, hogy az útra azért változott sok lesz. Még csak kipróbáltam, hogy elhagytam New Yorkot, ne fagy. De én is tegnap így játszottam végül. Talán jobb lesz. Na mi van itt még Detroitban? A Drag Race. Oda át is megyünk. Vagy na, sötét ló. Hoppa.
Ó, basszus, szembeforgalom. Az 90 a max, vagy még annyi sem. Nagy alap gyenge motor még. It doesn't matter how much I want to bring all of us onto the right side of the law. Not everyone's cool with that. Means we still have to race illegal, but that's okay. The only way to change things is from the inside, right? So let's change it. Na, nézzük a dragot. El sem bírok indulni. Annyira elpörög. Szóval mi melegítés? Top speed. Jaj. Rakott le meleg degubi, basszolj. Hát ezek most jó. Jobbak voltak. 497? Javítottam is. Ez most jó idő lesz. Majdnem full perfect. Jaja. Sokkal elvitettem. If you're not on the list, you're not one of the top 10 racers out there. You're not top 10 into me. And nobody. I don't talk to nobody, see? This is me not talking to you. And I've already been doing it for you. Oh. Mi a feladat? Bravo. Ugorjak egyet.
Na, csak volt egy Game Crash megint. Na most legalább bírt egy 2-3 órát. Fasza. Picsába. Restart. Ajaj. Na de mindegy, azt hiszem Detroitban megvan. Most már mindegy, minden megvan. Most már tényleg csak az jön, hogy van egy csomó modellem. Szerintem megveszik a Forma 1-es autót végre. Meg a többit, bár nem tudom, most már azért kezdek elfáradni, úgyhogy egy kis Forma 1-et még nyomunk. Aztán meglátom. Ne fagyjon ki megint. Ezt most nem bántom, még nem. Gondolkodom, srácok. Már több mint 3 órája megy az egész dolog. Oké, nem. Módosítok. Engedj már kilépni, bazd meg. Tartunk a szünetet, iszok kávét, és itt magamhoz térek. Kis szusszanás, 10-20 perc, amúgy is bőven hosszú az a videó már. Na, majd jövök, sziasztok!